A divat egy kifejezés. Számodra mit szimbolizál maga a divat szó? Hát igen, elsősorban egy külső megjelenést, ahogy az ember külsőleg megjelenik. De szerintem mind, ahogy minden belülről indul, minden külső megnyilatkozás, a divat, az öltözködés, az is az ember bensőjét is takarja egyrészt. Úgyhogy igen, a bensőnk az, ami diktálja a külső divatunkat, illetve a külső megjelenésünket. Harmadjára lépsz fel a Fashion Week rendezvényen. Mennyivel más volt ez a nap, mint a többi? Hát természetesen a rutin azért az egy nagyon jó dolog, amikor az ember már negyedik alkalommal itt van. 2008-ban voltam először a Fashion Week-en, és az azért egy jó érzés, amikor az ember tudja, hogy mi fog történni. Most ez az a kis Eper kollekció, ez egy kis vidám színfolt itt a téli, illetve közelgő téli hónapokban, illetve az esős őszi hónapokra. De mindahogy minden szalag zsinórruha, ez is tükrözte a szalagos zsinóros megoldásokat, illetve kicsit vonzódást a hagyományokhoz, illetve azt a jelleget, amit próbálok képviselni, hogy nem kell nekünk mindenféle idegen nemzet divatjába belebújni. Van nekünk nagyon szép saját kultúránk, nagyon szép hagyományaink, ami az öltözködésünket illeti, és ezekbe vissza-vissza lehet nyúlni, alkalmazni lehet a mostani divatban is. Ezek szerint a nyár a kedvenced, ha az epret választottad. Mesélnél erről nekünk? Hát igen, ez így született, hogy amikor az ember vagy valamit nagyon szeret, vagy valami nagyon megihleti, vagy valami nagyon inspiratívan hat rá, és ez így született ez az eper kollekció is, hogy egyszerűen jött az eper, és akkor aztán ezt próbáltam kifejezni ruhákban. Milyen technikát alkalmaztál? Hallottam ezt a zsinóros megoldást, hogy beszélnél erről közelebbről nekünk valamit? Igen, ez nagyon szép, illetve nagyon izgalmas dolog számomra, mert visszakeresgetem azokat a régi hagyományos zsinór motivumokat, amiket akár erdélyi, akár magyar családok, akár a régi Attilákon, Bocskaikon viseltek, akár a férfiak, akár a nők, sőt ennek némelyiknek jelentése is van, és ezeket nagyon-nagyon szeretem alkalmazni, illetve úgy alkalmazom, hogy a jelentésének jelentése is legyen, tehát van itt termékenységi motivum, van itt virágmotívum, van itt dicsőségszimbólum, és ezek nagyon érdekesek, főleg akkor, amikor az ember helyére rakja őket. Például egy mennyasszonyi ruhának, amikor a csípőjét termékenységi motivummal díszítem be, akkor ez nagyon jó érzés, és úgy kívánok sok boldogságot, és akár gyermekáldásban, akár bármiben, ugye a nőnek mindig szüksége van arra, hogy termékeny legyen, a családját összefogja, tehát ez egy nagyon érdekes, ez a szimbolika világa. Látom, szereted a szimbólumokat, és tudod is, hogy mit jelent. Mi az a kedvenc anyagod, amivel tudsz dolgozni, vagy amit szeretsz? A régi klasszikus fajtákat szeretem, amelyek jó minőségűek, és igazából hozzák azt a minőséget, amit az ember elvár tőlük, akár a selyem, akár a bársony, a brokát, a bársony, több fajtája. Különféle kivitelben, modernabb kivitelezésben kaphatók ma már ezek az anyagok, amelyek csak jobbá teszik és csak javítanak a minőségen, úgyhogy öröm velük dolgozni, mert nagyon szépen tartják a formát, jól lehet szabni őket, mindenféle megmunkálást jól bírnak. Budapesten feléptél, de már feléptél Kassán is. Mennyivel másabb ott az emberek, mint itt Budapesten? Kassára éppen most készülök, tehát Magyarországon és Szlovákiában voltak kiállításaim és divatbemutatóim. Igazából otthon fellépni mindig nagy kihívás. Az ember mindig kicsit megdobogtatja azt, hogy ismerős arcok ülnek a közönségben, akár ismerősök, barátok, családtagok, volt tanítványaim. Úgyhogy ebből a szempontból ez ezért igényesebb. Itt szintén jó, mert úgymond már ismerős társaságba jön az ember, akár a tervezőkkel, akár Balázsjal, Kengurúval, ugye régebbi vagy több éves kapcsolatra nyúlik vissza a kapcsolatunk. Tehát mindegyik alkalomnak megvan a maga varázsa, megvan a maga olyan feelingje, ami jó érzéssel tölti el az embert. Milyen kollekciót tervezel Kassára? Kassára készült tavasszal egy kékfestő kollekcióm, ez szintén a hagyományőrzés vonalon. Ez nagyon megtetszett a kassai szervezőknek, ahol a Löffler villába lesz a kiállítás, tehát nagyon impozáns épület. Két emeleten lesznek a ruhák kiállítva, az egyik emeletre kérték a kékfestő kollekciót, a másik emeletre a barokk és rendhagyó bocskai ruhák kollekciókat kérték, úgyhogy ezzel készülök oda.